Isten hozott Meditországban. Az emberi kapcsolataink során, főként a párkapcsolatban, vagy szomszédok, munkatársak, barátok, családtagok között időnként előfordul, hogy akarva vagy akaratlanul megbántunk valakit, vagy megbántanak minket, és ez haragot, mély sebeket tud okozni bennünk. Az együttélés során, illetve minél gyakoribb, szorosabb a kapcsolat, annál jobban tud fájni a megbántás és a csalódás, az egymásnak tett ígéretek megszegése. Az igazságtalan helyzetek megélése szintén óriási terhet, haragot, fájdalmat, nyomot tud hagyni az emberben. Sokszor úgy gondoljuk, hogy a haragunkkal a másik embert tanítjuk, büntetjük, de valójában ezzel a méreggel, öngolt rúgva, saját magunkat mérgezhetjük legjobban, mivel a legtöbb esetben az, aki megbántja a másikat, megy tovább a dolgára, mintha mi sem történt volna. Lehet, észre sem veszi, mit okozott, vagy egyszerűen nem is érdekli, nem érti, vagy nem akarja érteni. Rosszabb esetben még örül is neki. Viszont az, akit megbántanak, hosszú ideig képes hordozni ennek a tapasztalatnak a fájdalmait, sebeit, terheit. A megbántások, igazságtalanságok okozta neheztelések, haragok, fájdalmak tartogatása, illetve azok újbóli átélése, valahányszor elmeséljük, vagy felevenítjük őket, óriási energiákat köt le bennünk, szomorúvá tesz minket, és még az emberi immunrendszert is legyengíti, akár súlyos betegségeket is okozva. Így a neheztelések és a fájdalmak elengedésével saját magunkat ajándékozzuk meg az életenergiánk, életkedvünk visszanyerésével, sőt, akár még életmentő is lehet ránk nézve. És mivel a harag, a méreg bennünk van, nem máshol, ezért csak tőlünk függ, hogy megtartjuk-e, vagy elengedjük. Ezt a meditációt annak érdekében hoztam létre, hogy letehessük ezeket a terheinket. A harag, a neheztelés, a fájdalmak elengedése során nem a sértő fél tettének a jóváhagyása, elfogadása a fő célunk, bár éppen a másik ember feloldozása is lehet egy mellékterméke. A terhünk letéte nem azt jelenti, hogy ennek és a hasonló személyeknek továbbra is megengedhetjük az ártó viselkedését, sőt, pont ellenkezőleg. A haragunk elengedésének legfőbb célja, hogy mi magunkat oldozzuk fel, hogy mi magunk könnyebbüljünk meg, mi magunk tisztuljunk meg, hogy mi magunk saját magunkat szabadítsuk és oldozzuk fel, és az életünket ezek a fájdalmak, sebek, terhek nélkül, tiszta lappal, békésen, felszabadultan élhessük tovább, és hogy ezzel a tapasztalatunkkal gazdagodva, mint egy egészséges önvédelemből messziről felismerjük, és azonnal elkerüljük a hasonló viselkedésű személyeket, és láthatatlanná váljunk számukra.
ezt a meditációt több olyan személy kapcsán is megcsinálhatod, aki megbántott, illetve ugyanarra a személyre is érdemes hetente legalább egyszer megismételni ezt a gyakorlatot a teljes tisztulás érdekében. A tudatalatti nem tud különbséget tenni a jelen térben és időben megélt valóság és a képzeletben megélt valóság között. Ezért is tud olyan hatékony lenni ez az elengedés meditáció. Ehhez a meditációs gyakorlathoz szükséged lesz egy képzeletbeli segítőre, akinek a bölcsességében, erejében megbízol. Hívhatod segítségül a felettesénedet, a tanítódat, az őrangyalodat, de akár magát, a Teremtőt is. Ha tetszik neked ez a meditáció, megköszönöm, hogyha a videó alatt megnyomod a feliratkozás és a like gombot. Kezdjük is el! Keress egy kényelmes, békés helyet. Helyezkedj el kényelmesen. Vonj le a szemed. Vegyél egy mély levegőt, és lazíts. Lélegezz be lassan, majd lélegezz ki. Lazítsd el a testedet. Érezd az egész testet, és lazítsd el. Engedj el minden feszültséget. Lélegezd be a szeretetet. Majd folyt ki az aggodalmakat. Érezd, ahogy az egész tested ellazul. Érezd, ahogy belenehezülsz az ágyba, vagy a kanapéba. A mély relaxációs szint eléréséhez most számolj vissza velem 10-től. Lásd a számokat színesben, háromdimenzióban, és érezd, ahogy minden egyes számnál egyre mélyebben és mélyebben ellazulsz. Tíz, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
nulla. És most képzeld el, hogy egy számodra kedves tóparton sétálsz. A tó a jobb oldaladon van. Érezd, milyen kellemes a hőmérséklet. Érezd, ahogy kellemes, lágy szellő fúj. A lépteid lazán, könnyedek. A nap lassan nyugóra tér, és a vízzel szemben megállva gyönyörködsz a napban, ami narancsosan, rózsaszínesen tükröződik vissza a békés vízen. Lélegezd magadba ezt a békét, ezt a nyugalmat. Majd balra fordulva ismét elindulsz a tóparti ösvényen, és miközben sétálsz, a bal oldalt időnként padok mellett sétálsz el. Az egyik padon távolról látod, hogy ül rajta valaki. Ahogy közeledsz a pad felé, látod, hogy az a személy ül rajta, aki nagyon megbántott. Most rád vár, és jelzi, hogy mondani szeretne neked valamit. Maradhatsz távolabb is tőle, állva, vagy ha szeretnéd, leülhetsz a pad másik felére, kissé messzebb, féloldalasan. És ekkor megszólal, és ezt mondja neked. Szia! Sajnálom, hogy megbántottalak. Sajnálom, hogy ezt tettem veled. Csak magamra gondoltam. Belátom, hogy nem lett volna szabad ezt tennem veled. Én is ember vagyok, és tele vagyok hibával. Nem figyeltem rád, csak magammal és a saját érdekeimmel törődtem. Nem voltam tekintettel az érzéseidre, csak azzal törődtem, ami nekem fontos. Nem figyeltem arra, hogy neked mi fontos. Bocsánatot kérek. Sajnálom. Én ilyen vagyok, nem fogok megváltozni. Elengedhetsz. Nem tartozol semmivel.
elengedhetsz. Elengedhetsz. És most érzed, ahogy mögéd áll a segítőd, és ezt mondja neked. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Legyen benned béke, öröm és vidámság. És a padon ülő személy elismétli. Sajnálom, bocsánatot kérek. Majd a segítőd, légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől, legyen benned béke, öröm és vidámság. Majd a padon ülő személy. Sajnálom, bocsánatot kérek. Elengedhetsz. Majd a segítőd. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság.
és a padon ülő személy most elővesz valamit, amit engesztelésképpen neked ad. Valamit, ami számodra fontos, a legfontosabb. Ezzel fejezi ki az őszinte sajnálatát. Sajnálom, bocsánatot kérek, kérlek, fogadd ezt el. Tudom, hogy ez fontos neked. Sajnálom. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. És most gondold át, hogy milyen fájdalmai, hiányai lehettek a lelkének, hogy ezt tette veled. Lehet, hogy az élete során nem kapott elég figyelmet, biztonságérzetet, törődést, elismerést, dicséretet, szabad akaratot, elfogadást, jó indulatot, jó létet, önfeledtséget, élményt, nyugalmat, szabadságot, együttérzést, szeretetet, vagy valami másban szenvedett hiányt. És most gondold át, hogy te megbántottad-e őt valamivel. Titkoltál-e előle valamit? Keltetted-e rossz hírét? Büntetted-e valamivel, hogy enyhíts a fájdalmadon? Bármi jelentéktelen dolog is az, most megszabadulhatsz tőle. És ha úgy érzed, te is megbántottad őt valamivel, akkor, ha szeretnéd, elmondhatod neki a következő gondolatokat. Ha nem történt ilyen, akkor csak érezd át ezeket az együttérző gondolatokat. Nem figyeltem rád, csak magammal és a saját érdekeimmel törődtem. Csak azzal törődtem, ami nekem fontos. Nem figyeltem arra, hogy neked mi fontos. Sajnálom. Bocsánatot kérek. Elengedhet. Nem tartozol semmivel.
légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől. Legyen benned béke, öröm és vidámság. És most, ha szeretnél, engesztelésképp átadhatsz neki valamit, ami neki fontos. Sajnálom, bocsánatot kérek, kérlek fogadd ezt el, tudom, hogy ez fontos neked. Sajnálom, bocsánatot kérek, elengedhetsz, nem tartozol semmivel. Légy szabad a szenvedéstől, legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől, legyen benned béke, öröm és vidámság. Légy szabad a szenvedéstől, legyen benned béke, öröm és vidámság. És most lásd, ahogy elfogadja az engesztelésedet. Érezd a megkönnyebbülést. Túl vagy rajta. Megtörtént. Kész. Vége van. Elmúlt. Túl vagy rajta. Megtörtént. Kész. Elmúlt. Nem tartoztok egymásnak semmivel. Ha szeretnétek, megegyezhettek abban, hogy innentől fogva csak a legmagasabb, legtisztább szereteten keresztül maradhat köztetek a kapcsolat. Vagy megegyezhettek abban is, hogyha volt köztetek bármilyen szinten szerződés vagy fogadalom, az innentől fogva semmis. Vége. Megszűnt. Megszűnt. Elengedhetitek egymást, mindenki haladhat tovább a saját útján. Kérheted erre a felettes éned, a legmagasabb erő, az univerzum, a teremtő áldását. Ha szeretnéd, kérjük tehát a teremtő áldását a fogadalom lezárására. Nem tartoztok egymásnak semmivel. Le lehet zárni a tanulási folyamatot és a szerződést.
Érez, ahogy a Teremtő áldását adja rá, és áldással, szeretettel feloldja ezt a fogadalmat. Lásd, érezd, tapasztald meg az áldást és a feloldást. Köszönjük, kész, vége, lezárult, megtörtént. Most mindketten felálltok, és ő elmegy balra. Lásd, ahogy távolodik tőled. Elengedheted. Bocsánatot kért, kiengesztelt, és te is bocsánatot kérhettél tőle, és kiengesztelhetted. Ha szeretnéd, kívánhatod neki, hogy találja meg a boldogságát, hiszen ő is szenvedett épp eleget, pont úgy, mint te. Hiszen ő is csak most tanulja az életet, pont úgy, mint te. És ő is csak boldog akar lenni, pont úgy, mint te. Lásd, ahogy távolodik. Lezártátok ezt az ügyet, és mindenki könnyebb szívvel folytathatja az útját. Már csak egy kicsi pontként látod az alakját, és végül eltűnik. Kész, vége, lezárult, elmúlt, vége van. Megtisztultál. És most tovább sétálva a tóparton, lassan lépegetve, vagy akár megállva, gondold át, hogy mi az a számodra fontos érték, szükséglet vagy érzés, ami csorbult ez a tapasztalat miatt. Mi az, amire vágytál volna? Mi az, ami hiányt szenvedett benned? A biztonság érzeted, az egészséged, a határaid tisztelete, a sikeresség megélése, a kölcsönösség, az összhang, az összetartozás, a hűség, a meghittség, a szenvedély,
az önállóságod, a megértés, a felvállalás, az önbecsülés, az érzelmi biztonság, a bizalom, a védelem, a testi épséged, az elfogadás, az elköteleződés, a kölcsönös szeretet megélése, a büszkeség, a jó indulat, a boldogság, az öröm, a jólét, a szerelem, a barátság, a családi biztonság, a jó élmények, a figyelmesség, az együttérzés, a megbecsülés, a kiteljesedés, a gyermeki vidámság, a felszabadultság, a gyengédség, az elégedettség, az anyaság, az apaság, a sikeres párkapcsolat, a teljesség, az önfeledtség, a kényelem, a szépség, a szeretet. Most a segítőddel együtt kérjük a Teremtőt, hogy ezeket az értékeket, ezeket az érzéseket, ezeket a fontosságokat adja meg neked százszorosan, ezerszeresen, hogy mélységesen átélhess, hogy tudd, hogy milyen érzés megélni ezeket az értékeket, fontosságokat, érzéseket, hogy már tudod, milyen érzés megélni ezeket. Érezd, lásd, tapasztald meg, ahogy ezek az értékek, szükségletek, érzések mind-mind egyesével, gigantikus mennyiségben megérkeznek hozzád a Teremtőtől. Érezd, ahogy átjárnak belül. És ahogy feltöltenek. Érezd, hogy lehetséges és biztonságos ezeket az érzéseket,
értékeket megélni, megtapasztalni. Érezd, hogy megérdemled ezeknek az értékeknek, szükségleteknek és érzéseknek a megtapasztalását. És most duplázd meg magadban ezeket az értékeket, szükségleteket, érzéseket benned. Duplázd meg az erősségét. Duplázd meg az erősségét. Majd ötszörözd, majd tízszerezd meg ezeknek az értékeknek, érzéseknek az intenzitását. Nagyon jó. És most gondold át, hogy mit tanultál ebből a helyzetből. Mit nyertél általa? Mivel lettél több általa? Jobban megismerted a saját igényeidet? Elfogadóbb lettél? Empatikusabb lettél önmagaddal és másokkal szemben? Megtanultad tiszteletben tartatni a határaidat? Megtanultad tisztelni a másik ember szabad akaratát? Önvédelmet tanultál? Tudást, tapasztalatot szereztél, hogy milyen emberi tulajdonságot kerüljél el messziről? Emberismeretet tanultál? Már messziről felismered, ha ki akarnak használni? Megtanultál jobban bízni a megérzéseidben? Valamilyen új képességre, készségre tettél szert? Megtanultál őszintébbnek lenni magaddal? Megtanultál elengedni? Megnőtt az önbizalmad? Megtanultál túllátni a szép szavakon? Megtanultad a tettekből felismerni az emberek valódi énjét? Megtanultál segítséget kérni? Megtanultad, hogy szabad meggondolni magunkat, hogy szabad a saját vágyainkat előtérbe helyezni. Elengedted a maximalizmust. Elengedted a másoknak való megfelelést. Elengedted az ítélkezést. Jó barátokra tettél szert. Erősebb lettél. Megtanultad, hogy ne másoktól tedd függővé a boldogságodat.
elengedted, hogy ki mit gondol rólad. Már jobban elfogadod önmagad. Érezd a hálát, hogy gazdagabb lettél ezzel a tudással. Ha szeretnéd, kérheted a Teremtő áldását arra, hogy már rendelkezel ezekkel az erényekkel a szenvedés megtapasztalása nélkül is. Kérheted a Teremtőt, hogy mentse fel a környezetet, hogy ezzel kapcsolatban többet tanítson téged. Mert lehetséges és biztonságos ez a probléma nélkül, felszabadultan, új célokkal, szép életet élni. Köszönjük, megtörtént, megtörtént. Érezd a gyógyulást. Érezd a megkönnyebbülést. Meggyógyultál, megtisztultál, megkönnyebbültél, szabadon, tiszta szívvel, megújult energiákkal mehetsz tovább az utadon. Valami hihetetlenül jó dolog történik veled most. Valami csodálatos dolog történik veled most. Valami lenyűgöző dolog történik veled most. Valami fantasztikusan jó dolog történik veled most. Valami elképesztően jó dolog történik veled most. És most gondold át, mi az a legmélyebb belső vágyad, amit a következő hónapban meg szeretnél valósítani. Lásd, érezd, tapasztald meg, hogy minden összeáll, és mindezt megéled. Érezd, mekkora öröm és hála van benned, hogy ezt megtapasztalhatod. Most, megtisztulva és felszabadultabban, szépen
lassan térj vissza. Lassan mozgasd meg a végtagjaidat. Lassan nyisd ki a szemedet. Ha szeretnél, maradj még ebben a megkönnyebbült érzésben. Gratulálok, hatalmas dolgot tettél magadért, a lelkedért, az életedért, a testi és lelki egészségedért és a környezetedért. Szeretettel neked, Meditország. Ha tetszik neked ez a meditáció, megköszönöm, hogyha a videó alatt megnyomod a feliratkozás és a like gombot. Ezzel jelzed nekem, hogy még több ilyen meditációt hallgatnál meg, támogatod és segíted a munkámat, illetve lehetővé teszed, hogy könnyebben eljusson ez a videó azokhoz, akiknek szüksége van rá. Köszönöm!